Nyolc óra van ez a híradó, az M1 Csaba vagyok. Megkezdődött az országgyűlésben a szuverenitás védelmi törvényjavaslat vitája. A kormány nevében felszólaló Tuzson Bence igazságügyi miniszter azt mondta, nemzetbiztonsági vizsgálatok is alátámasztják, hogy 2022-ben bizonyos nemzetközi erők arra törekedtek, hogy beavatkozzanak a magyar választások eredményébe. Az egyik előterjesztő, a Fideszes Varga Judit pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a magyar szabályozás jelenleg is tiltja, hogy pártok külföldi támogatást fogadjanak el, de ezt az egységes baloldal tavaly megkerülte. A legutóbbi választásokat követően már bebizonyosodott, hogy bizonyos nemzetközi erők arra törekszenek, hogy beavatkozzanak a magyar választások eredményébe. Alkotmányos önazonosságunknak a megőrzése kiemelt feladat és komoly próbatétel is. Évek óta történnek kísérletek arra, hogy ezt az önazonosságot megsemmisítsék, átalakítsák, és külföldiek befolyást szerezzenek Magyarországon. Külföldi személyek és szervezetek szeretnék az akaratukat érvényesíteni. Jelentette ki a parlamentben Tuzson Bence a szuverenitás védelmi javaslat vitájában. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, nagyon erős az a törekvés, hogy a magyarok kezéből kivegyék az önrendelkezés jogát, és Európa egy olyan birodalommá váljon, ahol a nemzetállamok helyébe egy Európai Egyesült Államok lép. Ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez hosszú távon óriási károkat okozhat Magyarországnak. Kiemelte: Szuverenitásunkat napi szinten éri támadás, és ezekkel szemben nekünk, magyaroknak folyamatosan védekeznünk kell. A legutóbbi országgyűlési választások komoly példát mutattak számunkra. Azt, hogy hogyan érkeznek külföldről pénzek, hogyan próbálják a választások eredményét befolyásolni, és bizony ezt most már nemzetbiztonsági vizsgálatok is alatt, alátámasztják. Agodalomra adhat okot Magyarországon mindez a folyamat. Azt mondta, figyelemmel kell lenni a magyar emberek véleményére is, ezért indított a kormány nemzeti konzultációt hamarosan megismerhető lesz a magyar emberek véleménye minden olyan kérdésben, amely Magyarország szuverenitása szempontjából kiemelten fontos. Mindenki előtt ismert tény, hogy a 2022-es kampány során kívülről akarták befolyásolni az országgyűlési választásokat Magyarországon. Ezt igazolta az egységes baloldali ellenzék támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. A baloldali politikusok a törvényeket kiátszva külföldi szervezetektől pénzt fogadtak el, és ezeket a forrásokat felhasználva akartak hatalomra kerülni. Ki tudja, milyen ígéretekért cserébe. Erről már Varga Judit beszélt az előterjesztők nevében. A Fidesz képviselője emlékeztetett: A magyar szabályozás jelenleg is tiltja, hogy pártok külföldi támogatást fogadjanak el. De 2022 tavaszán ezt az ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket. Varga Judit azt mondta: A törvényjavaslatok alapján kiterjesztik a pártokra vonatkozó szabályozást a civil szervezetekre, egyesületekre, amelyek így nem fogadhatnak el külföldi támogatást az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választási kampányban. A BTK-ba bevezetésre kerül egy új tényállás, a választói akarat tiltott befolyásolása, valamint betiltásra kerül a választói akarat befolyásolása, vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából nyilvánvalóan külföldről érkező támogatás felhasználása is. Az új törvény így becsukja a kiskaput a választási trükközés előtt, és következménye lesz annak, ha valaki külföldi pénzt használ fel a kampányban. Varga Judit szerint onnan is lehet tudni, hogy a téma rendkívül fontos, mert úgy látszik, ahogy fogalmazott, Brüsszelben és Washingtonban megint sikerült eltalálni egy ideget. Úgy fogalmazott, az Európai Parlamenttől a progresszív liberális médián át, egészen az Európai Tanács emberi jogi biztosáig már áll a bál, és tiltakoznak a törvényjavaslat ellen. Tíz újabb izraeli és két külföldi túszt adott át tegnap este a Hamasz a Vöröskereszt képviselőinek Gázában. A péntek reggel életbe lépett és hétfőn meghosszabbított tűzszüneti megállapodás alapján már 61 erre volt izraeli nő és gyermek térhetett haza. Izrael minden túszért cserébe három bebörtönzött palesztint helyezett szabad lábra. A miniszterelnöki hivatal szerint már a szerdán szabaduló túszok családjait is értesítették. A katari közvetítők közben azon dolgoznak, hogy kiterjesszék a csütörtök hajnalban lejáró megállapodást. Két magyar állampolgárságú férfi közül az egyik biztosan él, de a Hamas fogságában van. Erről számolt be Szijjártó Péter. A miniszter azt mondta, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy őket is sikerüljön kiszabadítani. Jelenlék körülmények között jó hír, hogy a két magyar állampolgársága rendelkező férfiből az egyikről tudjuk, hogy él. Sajnos húszként tartja őt fogva a Hamas, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy amennyiben lehetőség lesz már arra is, hogy a férfiak kiengedéséről beszéljünk, akkor, akkor ő is ott legyen azok között, akiket majd elengednek. A, reméljük, hogy a jó Isten megsegít minket. A migráció veszélyes jelenség a tranzit és a célországok szempontjából is. Ezt is a külgazdaság és külügyminiszter mondta az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének közgyűlésén, Genfben. Szijjártó Péter hangsúlyozta a nemzetközi szabályokat és törvényeket mindenkinek be kell tartania. Hozzátette, senki se jogosult arra, hogy békés országokon áthaladva határsértést kövessen el. Ezért, aki Magyarországra délről kíván betörni, az csak illegális migránsnak tekinthető, nem pedig menekültek. Annak érdekében, hogy megállítsuk a migrációt, három dologra kell koncentrálnunk. Elsőként nem szabad arra biztatnunk az embereket, hogy vállalják az életveszélyes kockázatot, hogy eljussanak Európába, másodszor pedig meg kell győződnünk arról, hogy felszámoljuk az embercsempészek üzleti modelljét, akik kizsákmányolják az embereket, és elveszik az utolsó dollárjukat vagy eurójukat, és harmadsorban pedig, és ez a legfontosabb, a kiváltó okokat kell kezelnünk. A nemzeti konzultáció olyan erőt ad a kormánynak, amivel Brüsszelben is meg tudja védeni a nemzeti szuverenitásunkat. Erről beszélt semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes egy siófoki fórumon. Hozzátette, keresztény civilizációnk támadás alatt áll, hiszen az Európára zúduló iszlám nem csak a terrorizmust hozta magával, hanem azt a szándékot is, hogy a keresztény civilizációt tönkre tegye. Kiemelte, a keresztény civilizáció az életformánk, a szabad akarat, a nők tiszteletének a védelmét jelenti amit az iszlám veszélyeztet. Ha iszlám tömegek jönnek Európába és Magyarországra, akkor a keresztény civilizáción kerül veszélybe. Úgy tudjuk megvédeni az életformánkat, a civilizációnkat, hogyha kitöltjük a nemzeti konzultációt, és ez egy olyan erőt ad a kormánynak, amivel Brüsszelben is meg tudjuk védeni a saját nemzeti szuverénitásunkat és a keresztény civilizációnkat. Mert vox populi, vox dei, a népszava a Isten szava. Súlyos büntetésre számíthatnak a Karácsony Gergely mozgalma körüli bűnügy szereplői, ha az úgynevezett mikroadományok miatt indult eljárásban a bíróság elítéli az érintetteket, erről írt a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja is felmerült, az okozott kár pedig több millió forintra rúghat. Mindezekért pedig több mint tíz év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság általában csak egy báb, egy politikai kirakadt bábú, aki ott van a főpolgármesteri pozícióban. Karácsony Gergely mozgástere korlátozott, a Gyurcsány bajnai féle hatalmi kör teljesen leuralja a fővárost, mondta az m 1 A 21. század intézet vezető elemzője szerint az sem meglepő, hogy külföldi bal liberális érdekkörök több milliárd forintnyi valutát utaltak a magyar ellenzék kampányára 2021 és 22-ben, amiből Jutott bőven a főpolgármester mozgalmának is. Ezzel ugyanis megváltoztathatták volna a hatalmi erőviszonyokat a baloldalon, csak közben, ahogy maga Karácsony Gergely fogalmazott a visszalépésének okairól, elütötte őt a villamos. Nekik az volt a céljuk, hogy kormányváltás legyen, és azt látják, hogy azok a szereplők, akik mondjuk most ilyen pillanatban jelentik a balibrális oldalnak a mainstream tehát a fősudratát, bennük nem látják a reményt, ezért lehet, hogy próbálkozzak ilyen úton módon befolyásolni, például a balibrás politikai oldalnak, hogy a holdudvarnak az össze Tételét. Én nem érzem magamat ebben az ügyben megszólítva. Bár karácsony Gergely hónapokig tagadta a félmilliárdos botrányának részleteit, a bűncselekmény gyanús mikroadományok ügyében indult nyomozás szereplői, akár súlyos, több mint tíz év szabadságvesztésre is számíthatnak egy bírósági eljárás végén a magyar nemzet szerint. Melyik irodából hozta el a jegyzőkönyveket? Nem bírálathozom, uram. Az eljárásról eddig annyi tudható, hogy per és Gábor önkormányzati képviselő befizetései miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal július óta költségvetési csalás miatt nyomoz, de a pénzmosás és az OTP feljelentése alapján a hamis magánok irat felhasználásának gyanúját is vizsgálják. Karácsony Gergely pénzszállító emberénél nemrég tartottak házkutatást a nyomozók, akár csak Tordai Csaba ügyvédnél. Azt hiszem, hogy a hogy a hogy nekem volt. Sajtóértesülések szerint Gyurcsány Ferenc bizalmasánál, volt államtitkáránál a hatóság emberei az okirat hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglaltak le. De nem csak Tordai Csaba, hanem a DK elnök egy másik fontos bizalmasa, Ceglédi Csaba is komoly bajban van, akit 6 milliárdos adócsalással vádolnak. Látható, hogy ez a Gyurcsány Ferenc közeli kör, ez egy nagyon fontos politikai feladatot, funkciót lát el. Egy jól körülhatárolható politikai és gazdasági kör azon dolgozik, hogy Gyurcsány Ferenc érdekeit kiszolgálja, állapította meg a Kossuth Rádió reggeli műsorában Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője közölte, ez a kör nem fél attól sem, hogy a törvényeket kiátszva megkerülve érje el ezeket a célokat. Bár a politikában, hát ugye olyan, mint a háború, úgymond mindent lehet, de hát azért mégiscsak azért a törvények betartását az jó lenne, hogy a kikényszeríteni, és látható, hogy Gyurcsány nem fél bármilyen eszközhöz nyúlni, hogyha ha szükség van a célnek az eléréséhez, és ezeket az embereket egyikén nem dobja el, tehát látható, hogy a Ceglédi esetén is, hogy a bajtársiásán megvan, tehát megvédi ezeket a személyeket, hogyha a szükség úgy hozza. A magyar nemzet megjegyzi, bár az okirathamisítás büntetési tétele ugyan enyhe, de ha a pénzmosás, illetve a költségvetési csalás mértéke meghaladja az 500 millió forintot, akkor azért akár 10 év börtön is járhat. De ha a cselekményt bűnszervezetben követi el valaki, úgy a kiszabható büntetés felső határa a 20 évet is elérheti. A navá folytatott büntető a 99 mozgalom ügyében jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik, azaz, még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként. Ez volt a híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon, most következik a Nemzeti Sport híradó pápál előttel.